2013. decemberében Fűzéren tartotta ülését a Borsod-Abaúj-Zemlén megyei Balesetmegelőzési Bizottság. A tanácskozáson egyrészt a megyei Balesetmegelőzési Bizottság számolt be az éves munkájáról, valamint Borsod-Abaúj-Zemlén megye 2013-as baleseti helyzetéről, másrészt a Sátoraljaújhelyi Balesetmegelőzési Bizottság elmúlt 5 éves munkáját értékelték. A megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára azokat a célokat ismertette, melyekkel a szervezet nekivágott a 2013-as évnek. Még nincs vége az évnek, tehát reméljük, hogy sikerül megvalósítani. Az egyik legnagyobb célunk az volt, hogy a halálos áldozatok száma ne emelkedjen a 36 fő felé, hiszen tavaly elég sok halálos balesetünk volt. És azért mondom, hogy még nem értünk az év végére, mert ugye a tavalyi évben a november-december hónap volt a kritikus időszakunk, és ezt szeretnénk most elérni, hogy ebben az időszakban ne legyen hasonló tragédia az utakon. A másik dolog, az másik része az ittas balesetek megelőzése, az ittas vezetés kiszűrése nagyon fontos, hiszen az arányok azok sajnos nem igazán alakultak úgy, hogy olyan nagyon jól álljunk az országban, hiszen az balesetek arányát tekintve a 12% alá nem igazán tudtunk menni. Jelen pillanatban a 11,5%-ot érjük el, ami úgy gondolom, hogy azért annyira nem rossz arány. A harmadik irányvonal pedig a kerékpáros balesetek megelőzése, hiszen a megyében nagyon nagy tömeget jelent a kerékpárosok száma, és az ő kultúrájuk, az ő közlekedési magatartásukat szeretnénk egy kicsit formálni, hiszen a szabályok rájuk is vonatkoznak, nekik is kell figyelni a többi közlekedőre, legyen az gyalogos, vagy akár járművezető. Pitkó László, rendőr alezredes, mint a megyei bizottság elnöke adott tájékoztatást a megye elmúlt éves közlekedési helyzetéről, melyből kiderült, hogy 2012-höz képest 2013-ban 34%-kal csökkent a halálos közúti balesetek száma megyénkben. Én elsősorban a közlekedési balesetekkel foglalkozom, illetve a közlekedési bűncselekményekkel foglalkozom megyei szinten. El kell mondani azt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye az országos tabellán előkelő helyen, az első 3-4-be szokott benne lenni, mind a balesetek tekintetében, mind pedig a közlekedési bűncselekmények felderítésében és az eredményességében is. Hozzá kell tenni azt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye egy elég nagy megye, illetve nem, hogy nagymegyék közé tartozik, és ehhez képest az itt elért eredmények a kismegyék eredményének a számszerűségét tükrözi magyarul. Annak ellenére, hogy nagy megyéről van szó, rengeteg közúthálózattal rendelkezik, a közlekedési balesetek száma a kismegyék baleseti számával vetekszik. Hozzá kell tenni azt is, hogy a tavalyi évhez viszonyítva jelentősen javult a közlekedési baleset helyzetünk a halálos közlekedési balesetek tekintetében, jelentősen csökkent, és az országos szinten is a második helyre elegendő. Úgy gondolom, hogy ez egy rettentő nagy eredmény az elvégzett egész évi munkában, valamennyi rendőrkapitányság területében, valamennyi balesetmegelőzési bizottság tekintetében, hiszen elsősorban a balesetmegelőzési bizottságoknak az a munkájuk célja, hogy a baleseteket megelőzzék, és nem a bírságolás és a szabályszegőknek a felderítésével, hanem elsősorban a megelőzéssel, iskolákban, óvodákban, munkahelyeken történő felvilágosító kampányban. Szőke, esetleg vörös, talán választanunk lehet, kicsi vagy kocsi között. De biztos, hogy döntenie kell, iszik vagy vezet. Mert ha ittasan ül a volán mögé, egy korty italon elúszhat kocsi, jogosítvány, testi épség, talán az élet. És a biztosító sem fizet. Ön dönt. Iszik, vagy vezet? Mit kellett tenni az elmúlt években, évtizedekben, akár a rendőrségnek, akár a Balesetmegelőzési Bizottságnak, hogy ilyen jó helyen szerepeljen megyünk?
Én azt hiszem, hogy egy szemléletváltás következett be, és jelentős szemléletváltás. Nekünk elsősorban a balesetek megelőzése területén a megelőzés a lényeg mindenféleképpen. Ehhez kellett átalakítani egy kicsikét a profilunkat. Ez a profil az, hogy kéreckedünk mindenhova, megpróbálunk bekéreckedni ott, ahol nagyobb tömegek vannak. Ezen helyeken felvilágosító kampányokat folytatunk, végzünk. Az oktatásban, a gyermekek képzésében részt veszünk, versenyeket szervezünk, és ez jelentős erőket is köt le bizonyos mértékig a rendőrségtől, de megéri, hiszen mondom, csökken a súlyos sérüléssel, illetve a halálos kimenetelű baleseteknek a száma. Ahogy láthatjuk a kiadványt az asztalon, az elmúlt évben volt 20 éves a bizottság. Ezt a 20 évet hogyan lehet átfogóan értékelni, illetve mennyire volt jelentős lépés ez 20 évvel ezelőtt, hogy megalakult a bizottság? Az elmúlt 20 évet, hogyha értékeljük, akkor azt tudjuk mondani, hogy jelentős átalakuláson ment át az egész közlekedési tevékenység, a megelőzési, a baleset megelőzési és közlekedési rendészeti tevékenység is. A 20 évvel ezelőtti baleseti számokhoz képest jelentős mértékben csökkenések tapasztalhatóak. A tavalyi esztendő is, az évi esztendő is egy 20 évvel ezelőtti átlag alatt jelentősen alatta van. Ami még tapasztalunk, ugye az infrastruktúrában történő változások, megnőttek a gépjárművek számai a közutakon, motorkerékpároknak, nagy teljesítmény, nagyobb teljesítmény járművekkel közlekednek. Ehhez kellett igazítani minden tevékenységünket, hogy ezekkel a infrastruktúrális változásokkal is fel tudjuk venni a harcot, illetve hát tulajdonképpen tudjunk előre mozdulni és a baleseteknek a számát csökkenteni. A jövőben milyen feladatai vannak még a Balesetmegelőzési Bizottságnak? Én azt hiszem, hogy a legfőbb feladatunk az, hogy a balesetek számát tovább csökkentsük. És ez egy ettől fontosabb feladat nincsen. A másik lényeges feladat az, hogy a közlekedésben résztvevőknek a nevelése, a jogszabályi háttereknek az előkészítése, azokat a feladatokat, amit tulajdonképpen meghatározott egy kormányhatározat, nekünk ezt maradéktalanul végre kell hajtani, és hogyha már csak egy ember életét meg tudjuk menteni a mi megelőző tevékenységünkkel, akkor már az sokat jelent. Búza Zoltán, rendőr alezredes, a Sátoraljaújhelyi Baleset Megelőzési Bizottság elnöke, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság 2008-2012-es évek közötti baleseti helyzetét elemezte. A beszámolóban kiderült, hogy a közúti balesetek tekintetében térségünkben is javulás mutatkozik. Elmondhatjuk azt, hogy a baleseti számok 2008-ban 42 személyisérüléses baleset történt, 2012-ben 24, ami közel 50%-os baleset szám csökkenést jelent. Nyilván a sérültek száma is 63-ról 32-re csökkent. Az előadás során elemeztük, hogy mik vezettek ahhoz, hogy a balesetek számát sikerült csökkenteni. A baleseti okoknál fő szempont volt a sebességtúllépés. Nyilván a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságon rendszeresített sebességmérő készülékkel sikerült a sebességtúllépés miatt bekövetkezett baleseteket visszaszorítani, illetve egyéb olyan hatósági jellegű ellenőrzést hajtottunk végre, ami mind az ittas vezetők kiszűrésére, mint a passzív biztonsági eszközök használatára kiterjedt, mely szintén nagy mértékben csökkenti a balesetek kimenetelét. Elmondtuk továbbá még azt is, hogy tartunk olyan propaganda előadásokat mind iskolákban, mint óvodákban, ami már kiskorban arra ösztönzi a gyerekeket, hogy a közlekedési szabályokat megismerjék, illetve betartsák, illetve szó esett arról is, hogy közös bemutatókat is tartottunk az elmúlt időszakban, mint a mentők, mint a tűzoltókkal, amely szintén mély nyomot hagy az állampolgárokban, és nagymértékben felhívja a figyelmet arra, hogy ne legyenek baleset okozói. Többször elhangzott a mai ülésen az, hogy nő a kerékpáros balesetek száma, jobban oda kell figyelni a rendőrségre, a kerékpáros közlekedőkre. Itt a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság területén is egyre nagyobb hangsúlyt kap a turizmus terén és a kerékpáros turizmus fejlesztése. Hogyan tapasztaljátok itt a területeteken, mennyi a kerékpáros
kerékpáros balesetek száma, hogyan vesznek részt a biciklisek a közlekedésben? Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Sátoraljóhelyi rendőrkapitányság illetékességi területén nagy számban található kerékpárutak, melyek megakadályozzák azt, hogy a gépjárművek és a kerékpárosok találkozzanak. Ennek ellenére történt a mi területünkön is kerékpáros baleset, melynek főként gyermekkorú személyek voltak a részesei, akik nincsenek még kellő mértékben tisztában a közlekedési szabályokkal. A jövőben mire kell nagy hangsúlyt fektetnie még a Sátoraljóhelyi rendőrkapitányságnak a közlekedés biztonság terén? Továbbra is célunk a sebességellenőrzés, mely a baleseti okoknak közel 50%-át teszi ki, tehát ennek megfelelően a továbbiakban is folyamatosan fogjuk ellenőrizni a sebességtúlépéseket, az ittas vezetőket, illetve a passzív biztonsági eszközök betartását, valamint lehetőségekhez képest megjelenünk minden olyan társadalmi szervezésű rendezvényen, ahol szintén tudunk balesetmegelőzési tevékenységet folytatni. Pitkó László maga is több éven át vezette a Sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság közlekedési osztályát, ezért megkérdeztük, hogy ő hogyan látja a térségünk útjainak közlekedésbiztonságát és baleseti helyzetét. 13 évig a Sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság területén vezetői beosztásban és vizsgálói beosztásban végeztem a munkámat. Azt kell mondani, hogy amikor 1999-ben átvettem a Újhelyi Kapitányságon a közlekedésrendészeti osztálynak a vezetését, akkor a balesetek száma 200-on felül, ma már ez a szám a 110-120 közötti összbaleseti számot tekinthető. Ezen belül a sérüléssel járó közlekedési balesetek száma a korábbi 80-90 helyet 30 alá csökkent. Tehát ezek az eredmények azt hiszem, hogy magáért beszélnek. Természetesen voltak olyan döntések, amik nem biztos, hogy mindenkinek kedvezőek voltak. Voltak olyan intézkedések, amik nem biztos, hogy mindenkinek kedvére valók voltak. De én úgy gondolom, hogy a számok, amiket elmondtam, ezek magáért beszélnek. Ezeket a döntéseket meg kellett hozni ahhoz, hogy egy biztonságos közlekedés legyen a Sátoraljóújhely és vidék, illetve környékének területén, azért, hogy ide a turisták, a máshonnan érkezők biztonsággal tudjanak érkezni, és olyan kedvel is tudjanak elmenni, ami a szórakozásukat, kikapcsolódásukhoz vezet. Gyerekek, most pedig bemutatom nektek a zászlós nénit, aki arról fog mesélni, hogyan vesztek részt ebben az akcióban. Szeretettel köszöntelek benneteket. Gyerekek, nem sokára egy közlekedési akción veszünk részt. Azoknak az autósoknak, akik túlépik a sebességet, de a rendőrök még nem büntetik, egy citromot adtok át, akik pedig vigyáztak rátok és betartották a közlekedési szabályokat, azok egy almát kapnak. A megelőzés fókuszában a fiatalok, akár a megyei baleset megelőzési bizottság mottója is lehetne, hiszen a rendőrök nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek, fiatalok megszólítására, mondván nem lehet elég korán elkezdeni a tájékoztatást. Az iskola rendőrprogram keretében már általános iskola alsó tagozatában megpróbálják a gyerekek figyelmét felhívni arra, mennyire fontos a közlekedési szabályok betartása, de ugyanezeket a célokat szolgálják a különböző versenyek, vetélkedők. S hogy mit is jelent a fiatalok nevelése abban, hogy a gyerekek felnőve tudatosan vegyenek részt a közúti közlekedésben, Lovasné Németh Mária rendőr aleszredes beszélt. Ilyenkor mindig az anyai szerepkörömet is segítségül hívom, illetve nem is kell, hiszen megszólal bennem az anya. És arra gondolok, hogy mennyire nagyon fontos, hogy példaképe legyen egy gyereknek. Nem egy, hanem több is, hiszen a nagyi is példakép, a papa is példakép, és a mindennapjaink során ugye óhatatlan, hogy a család együtt is közlekedik. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy mit lát a gyerek, hiszen az épül be az ő kis tudatába, és az erősíti, hogy mit lehet és mit nem lehet. Úgy gondolom, hogy az, amit kiskorában magába szív, és lát, és tapasztal, azt utána már nehéz lesz formálni. Ez olyankor jön elő legfőképpen, pici apró dolgokra gondolok, biztonsági övet bekapcsolja anya vagy apa, nem kapcsolja be. Ha neki nem le kell, akkor nekem miért kell, illetve majd ha nagy leszek, akkor majd én is megtehetem azt, hogy nem kapcsolom be, hiszen anya nem fog rám szólni. Piros lámpa, tehát piros jelzése van a gyalogosnak, és a pici gyereket kézen fogva nem szaladok át, hiszen a busz majd érkezik később is, és fel tudunk reszelni, de sokkal fontosabb a testi épségünk,
hiszen attól fontosabb nincs. Hétvégén éppen a gyerekeimen tudtam lemérni, akik már felnőttek, hogy mennyire fontos az, hogy mit lát maga körül és mit tapasztal. Ugyanis megálltunk a tilos jelzésnél, és nem a zebránál, hanem már attól ugye odébb anyuka, apuka és a két nem kézenfogva vezetett gyerek tilos jelzésen, illetve odébb mentek át, és az én gyermekem megszólalt, hogy hát jóra neveli a szülő a gyerekét. Úgy gondolom, hogy az én unokáim egy kicsit majd biztonságban fognak felnevelkedni, hiszen ilyen apró dolgok határozzák meg a mindennapjainkat, és nagyon fontos, hogy valóban mit lát az óvodában, mit rajzol az óvodába, az óvónéni milyen irányba terelgeti őket, akár beszélgetésben, akár a mesékben, a mesevilágában, és ugyanúgy a pedagógusok az iskolában, hogy mi az, amit nem csak száraz tananyag formájában átadnak a gyerekeknek, hanem nevelő célzattal, mire neveli a hétköznapokra. A Baleset Megelőzési Bizottság, vagy akár az Megyei Rendőrfőkapitányság mit tesz meg azért, milyen programokat bonyolít le azért, hogy minél tudatosabban nőjenek fel a gyerekek? Elsősorban olyan programokat szervezünk, amik a közlekedési magatartást egy kicsit formálják. Akkor is, hogyha ez vetélkedőben jelenik meg, és nem feltétlenül csak programban, de a gyerek tudatosul azzal, hogy bizony vannak még fehér foltok, és vannak, amire oda kell figyelni. És azért meg lehet a gyerekekben azt a versenyszellemet egy kicsit lovagolni, hogy ezen a területen is lehet sikerélménye az embernek, hiszen nagyon sok vonalon, akár kerékpáros, akár autós, akár segédmotorkerékpáros irányban vannak felmenő rendszerű versenyeink, ahol azért nagyon szép eredményeket lehet elérni, és nagyon büszkék utána a fiatalok erre. És természetesen, hogyha egy ilyen rendezvényről hazamennek, akkor azért a többiek szemében is nagyra nőnek, illetve hogy te ilyen területen is bizonyítottál, és akkor egy kicsit hát, ha a többieket is inspirálja ez az eredmény. Ugyanakkor, hogyha az iskolák hívnak minket, vagy óvodák, hogy tartsunk egy kis tájékoztatót, vagy beszélgessünk egy kicsit a gyerekekkel, illetve hát maga az egész program oda irányul az iskolába, és ott különböző rendezvényeket tartunk. Éppen amiért az iskola megkíván, amit szeretne, vagy netalántán egy olyan különleges célirányja van ennek a rendezvénynek, amit ők szeretnének, akkor természetesen együttműködünk. A jövőre nézve még milyen feladatok várnak önökre, akár a gyermekek nevelését nézve, akár pedig a kerékpárosok, vagy az autósok, a közlekedésben résztvevők tudatosságára rávilágítani a figyelmet? Nagyon fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy az óvatos, szabálytisztelő közlekedés nagyon fontos, és hogyha ezt szem előtt tartja az ember, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent ki lehet küszöbölni a közlekedésben is, és egyre kevesebb áldozata lenne a közúti közlekedésnek, illetve a pénztárcát is jobban lehetne kímélni azáltal, hogy az anyagi káros balesetek is csökkennének. Még a megengedett sebesség sem mindig biztonságos. Mert azt a forgalmi helyzet és a látási körülmények is befolyásolhatják. Vezessen az útviszonyoknak megfelelően. Lassítson időben. A rendőrség munkáját a polgárőrök
polgárőr egyesületek is segítik, legyen szó forgalomirányításról, a gyerekek megóvásáról, vagy a fiatalok neveléséről. A polgárőrség stratégiai partner a rendőrségnek a közbiztonság megszilárdítása területén, közlekedésbiztonság területén, és nagyon sok olyan területen, ami valahol a megye biztonságérzetét szolgálja, az itt élő emberek biztonságérzetét szolgálja. A polgárőrségnek most már 2011-től van jogszabályi felhatalmazás, és például jelzőri feladatokat láthat el. Ami alatt azt értem, hogy amikor szeptember iskola kezdések vannak, akkor lehet látni, hogy bizony a gyalogátkelő helyeknél ott vannak a polgárőrök, és segítenek a gyerekek biztonságos közlekedésében. Kiemelten tudunk foglalkozni olyan problémákkal, például közlekedésre való nevelés. Ugye elindítottuk az Egy iskola, egy polgárőr programot 2005-ben. Ennek az a lényege, hogy bementünk az iskolákba, közlekedésbiztonságra próbáljuk nevelni a gyerekeket, táborokat szervezünk, az idén is volt több gyerektáborunk, közlekedésbiztonsági tábor, és megpróbáljuk a gyerekeket a helyes közlekedésre nevelni, illetve megpróbálunk olyan területeken is a fiatalokkal foglalkozni, drogprevenció, áldozattá válás megelőzése, tehát ezek azok a területek, ahol a polgárőrség és a rendőrség nagyon szorosan együtt tud működni. Nagyon szorosan együttműködünk magában a közlekedési ellenőrzésekben is, tehát a polgárőrök, rendőrök sokszor közösen végeznek közlekedésbiztonsági ellenőrzést, erre felkészült polgárőreink vannak, fölkészültek abból, hogy hogyan kell segíteni a rendőrök munkáját egy közlekedésbiztonsági ellenőrzésnél is. Tehát ezek azok a területek, ahol én úgy gondolom, hogy valahol a polgárőrök munkája is benne van abban, hogy arról számolhattunk be a mai ülésen, hogy csökkent a halálos balesetek száma. Az igaz, az lenne, hogyha nem volna egy se, csökkent a balesetek száma, csökkent az ittas vezetések száma, ahol úgy gondolom, hogy ehhez a polgárőrök jelenlétés hozzájárul. Hisz ugye a polgárőrség rendelkezik például egy olyan berendezésekkel, ami a rendőrségnek nincs, lopott gépjármű felismerésére. Olyan eszközeink vannak, 2 darab ilyen eszköze van Borsodabó Zemplén megyének is. Tehát én úgy gondolom, és bizakodva nézek 2014 elé, hogy a polgárőrség felkészülve ezekre a feladatokra, felkészülve az egyéb más feladatokra, az Országos Polgárőrszövetség által kitűzött feladatokra, a polgárőrség elmondhatja majd 2014 végén, amit most 13-ban elmondunk, hogy eredményes évet zárt a polgárőrség. Ön hogyan látja a táboroknak, a versenyeknek köszönhetően a gyerekek, a fiatalok mennyire figyelnek oda a közlekedés során arra, hogy betartsák a szabályokat, illetve hogyan látja, hogyan változott a felnőtteknek a közlekedési morálja az elmúlt években? Én úgy látom, hogy a gyerektáborok tapasztalata. Tehát ugye ezek a közlekedésbiztonsági táborokban olyan gyerekeket viszünk el, hátrányos helyzetű gyerekeket alapvetően, ahol a család nem tudja megoldani azt, hogy egy nyári egyhetes táborozásra elvigyék a gyerekét, mi ezt megoldjuk, teljesen ingyenesen visszük el ezeket a gyerekeket, és a visszatérő slusszpoén mindig az benne, hogy a gyerekek azt kérdezik, hogy jövőre is jöhetünk-e. Tehát megvan ennek az eredménye. Nagyon sikeresek azok a Kressz parkjaink, amit elindítottunk, azok a vetélkedők, amiket elindítottunk, óriási lelkesedéssel végzik ezeket a gyerekeket. És akik itt a Kressz Parkban is eredményesen szerepelnek, azok már kicsit jobban tudnak közlekedni, odafigyelnek a társaikra. Ez a cél, hogy egymásra is fölhívják a figyelmet, hogy figyeljetek oda. Én azt tapasztalom, főleg a szeptember iskola kezdésnél is, hogy nagyon várják a gyerekek, és nagyon figyelik a gyerekek azt, hogy ott van a rendőr, ott van a polgárőr, tehát érzik azt, hogy van, aki figyel rájuk, van, aki vigyáz rájuk. A felnőttek. Én azt tapasztalom, ugye járva az országot, mint országos vezető is, hogy javult a felnőttek közlekedési morálja, a gyalogos felnőtteké. A gépkocsisoknál már ott azért van egy kis macskaköröm, de ott is tapasztalható javulás. Tehát átérzik az emberek annak súlyát, annak felelősségét, hogy holnap is foglalkoznunk kell a gyerekeinkkel, holnap is foglalkoznunk kell a családdal, tehát élni kell. Elkerüljék a baleseteket, hogy egészségben tudják felnevelni a gyermekeiket, tudjanak egymással kommunikálni. Még van feladat, tehát nagyon sok feladat van még, de én bízom benne, hogy
mint hogy utaltam is rá, hogy 2014 még eredményesebb lesz, mint 2013, és még kevesebb balesetről tudunk beszámolni. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Baleset Megelőzési Bizottság ülésén jelenlévők a 2014-es évre egységesen célul tűzték ki, hogy megyénkben tovább csökkenjen a közúti közlekedési balesetek száma. Ahhoz azonban, hogy biztonságosak legyenek megyénk útjai, nem elég csupán a rendőrök jelenléte. A gépjárművezetőknek, motorosoknak, kerékpárosoknak és gyalogosoknak egyaránt be kell tartania a KRESZ előírásait, s ami talán a legfontosabb, figyeljünk egymásra.